Öntik a faszanet a grilltálakba, a rekordkísérlet résztvevői készítik elő a parazsat, amin majd a rablóhús sütik. Egy másik csapat pedig a nyársakon dolgozik, amire mindenfajta finomságot raknak. A nyársakon sertés comb, császárszalonna, zöldségfélekből cukkini, kaliforniai paprika, kis vöröshagyma, gomba. A saslikhoz 80 kg sertés combot használtak fel, ezt egyszerű alapfűszerrel ízesítették. Miután elkészültek a nyársak, 20 ember egyszerre megemelte és a grillezőre helyezte. A saslik körülbelül egy órán át pörkölődött a faszén felett, majd szétosztották az érdeklődőknek. Nagyon szépen, egyenletesen rakták össze a fiúk, abból szívből gratulálok, mert nagyon klassz lett. Az, hogy rásegítettek, itt a kollega mondta, hogy a magyar ember hússal húst teszik, és akkor még tett rám, én azt hittem, hogy meglocsolja még valamivel, hogy rá melegít, de teljesen átsült, és én szívből gratulálok nekik, ez nagy ötlet volt, és csak így tovább, mert hogyha együtt meg tudták csinálni, akkor így szépen lassan, lehet 50 méterig is. A kitűzött cél pedig sikerült, a magyar rekord ugyanis megdőlt, és nem is akárhogyan. Tiszta szívből gratulálok mindenkinek, aki ebbe beletett bármit is, mert nélkülük nem jött volna létre a rekord. A 10 évvel ezelőtti debreceni rekord megdőlt, kétszeresen is, mert az ugye nem érte el a 10 métert, itt viszont a 20 métert elérte. A 20 méteren saslikból több mint 100 embert tudtak megkínálni.